Utolsó kikötőnkhöz érkezünk lassan. Itt még csak a végtelen tenger, a túloldalon viszont már látszik Mallorca partja. Holnap kiszállunk a hajóból Barcelonában, onnan indult az egész utazásunk. Hola! Így van, Barcelonában szálltunk fel az MSC Fantáziára, és tettünk meg a földközi tengeren egy egész nagy távot. Elérkeztünk az utolsó Hűtőmágnes című adásunkhoz, mely most egy kicsit hosszabb lesz a megszokotthoz képest, úgyhogy készítsétek a chipset és az üdítőt. Ahogy Lanna az előző részben említette, Cannesból ma délután 2-re érkezünk meg Mallorca kikötőjébe, így bőven van még időnk egy ebédre. Most nem a büfében, hanem az egyik étteremben találkozunk a már ismerős csapattal. Joy szerint itt picit különlegesebb ételeket is lehet fogyasztani. Meg is érkeztünk Palmába, Mallorcára, és együtt megyünk kicsit város nézni újdonsült barátainkkal, Puerto Rico-ból, San Diego-ból és Texasból. Nagyon kedves emberek. Amikor 2 éve legutóbb itt jártunk Mallorcán, ez volt az első pálma, amit megláttunk ebben a városban. Palma de Mallorca a Baleár-szigetek székhelye, és a 21.000 négyzetkilométeres méretével a legnagyobb városa is egyben. Kedvelt helyszíne a nyaralni vágyóknak, hiszen itt a nyári kánikula mellett még télen is 15-16 fok van. Úton a katedrálisba. Csak 2 taxiba fértünk be, úgyhogy követnek minket. Aztán utána felsétálunk ide a hegy tetejére egy ilyen gyönyörű kis kastélyhoz, amiből szerintem az egész kikötőt látni fogjuk. Biztos, hogy szép lesz nagyon. Thank you.
Habár csak rövid ideig, de a majorkai Liceu katedrálison is dolgozott Gaudí. Meglátszik a gyönyörű ablakokon, a gyönyörű színes ablakokon és ezeken a fényeken, amik átszűrődnek, illetve ezen a mellékoltáron. Találkoztunk Immivel, az olasz kislánnyal is, akivel még a hajón ismerkedtünk meg. Thank you.
Speciálban lekéstük a St. George kastélyt, pont az orrunk előtt zárt be. És most sikerült Majorkán is lekésni egy kastélyt, ez a Belver kastély egyébként. Ha nem is juttok be a kastélyba magába, akkor is megéri ide följönni, mert fantasztikus a panoráma a tengerre nézve, illetve innen látszik a hajónk is. Alicia és Joey külön váltak tőlünk, hogy kipróbáljanak egy helyi éttermet,
mi pedig a hajó felé vettük az irányt. Útközben összefutottunk Igorral és párjával, akik Brazíliából érkeztek, és korábban már bandáztunk velük egy késő esti fürdőzésnél. Na, hogy lenyúltuk a bringájukat egy kunkorra. Az utolsó hűtőmágnesek. Most megnéztük Majorkát, csodaszép város volt, és ezzel igaziból elérkeztünk utazásunk utolsó állomásához. Holnap már Barcelonában kiszállunk a hajóról, és repülünk haza. Örülünk, hogy velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy egy kicsit talán tudtunk átadni a videókon keresztül abból az élményből, amiben nekünk volt részünk ebben a néhány napban. De ne csüggedjetek, jönnek továbbra is videók, és találkozunk jövő szombaton 11-kor. Sziasztok! Sziasztok! Voy a reír.
London. Marina, che ore lo vuole? Ti voglio al più presto e sposar otra vez. Marina, ti voglio al più presto e sposar. Giovi, Giova, cada día yo te quiero más. Giovi, 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 Giova, cada día yo te quiero más. Giovi, 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 Giova, cada día yo te quiero más. Cuando sei male a dolore, quando sei che mal di amore, quando sei male a supera, quando sei male a dolore, quando sei male a dolore, quando sei che mal di amore, quando sei male a supera, quando sei male a dolore. Thank you so much. Danke schön. Merci beaucoup. Okay, thank you. Gazdag amerikai nagybácsi, aki ránk hagy egy ilyen. Uncle Ben's? We'll be right back.
új nap, új lehetőségek, újabb kalandok itt Barcelonában. Hajnali 3:45 van. 3:45 Ez így. Ez mehet majd a videóba a Baki Parádé. Oda mehet. Találkozunk jövő szombaton 11-kor. Sziasztok! Sziasztok! Ez lehet, hogy jó is volt, hogy itt szólalt meg.